Hetedik beszélgetés. Legutóbb a ból, ből, tol, től, ról, ről ragok helyesírását gyakoroltuk. A legtöbbször helyet és időt fejezte ki. Azonban más mondatrész, más határozó szerepét is betölthetik azok a szavak, amelyekhez kapcsoljuk őket. Például kérdezhetjük, hogy miből készül valami, és akkor nem a helyre vagyunk kíváncsiak. Okos példa. Írjuk is fel a kérdésedet. Miből készül? Ha válaszolunk, azt mondjuk meg, hogy miből ered, származik, vagy jön létre valami. Ezért hívjuk eredet határozónak. Például a papír fából, rongyból készül. A leírt kérdésre a te példáddal válaszolhatunk is. A ragok helyesírása ismerős lesz. Aki akarja, írja oda a határozó nevét. A papír fából, rongyból. A kalapács vasból. A kalapács vasból. A fonal? A fonal gyapjúból. A fonal gyapjúból. A gyertya? Fagyúból. A gyertya fagyúból. És miből készül a szíj? Bőrből. A szíj bőrből. A kötél kenderből. A kötél kenderből. A kés acélból. A kés acélból. Miből készül a kakaó? Kakaóbabból. A kakaó kakaóbabból. A vaj? Tejszínből. A vaj tejszínből. És a túró? A túró aludt tejből. Úgy van. Írjuk ezt is le, de elemezzétek figyelmesen az aludt tej szót. A túró aludt tejből.
Ugyancsak az eredetre vagyunk kíváncsiak, ha ilyesmit kérdezünk. Kitől kaptad? Kitől idéztél? Válaszoljunk ezekre a kérdésekre tól-től ragos főnevekkel. Évától. A barátnőmtől. Apámtól. Attillától. A kertésztől. Egy nénitől. Elég is lesz a példákból. Írjuk le a kérdést a válaszokkal. Kitől kaptad? Évától. A barátnőmtől. Apámtól. Attillától. A kertésztől. Egy nénitől. Válaszoljunk a másik kérdésre is költők nevével. Kitől idéztél? Aranytól. Petőfitől. És te, Jutka? Csokonaitól. Kölcseitől. Balassitól. Vörös Martitól. Írjuk le a kérdést a válaszokkal. Vigyázzatok bizonyos családnevek helyes írásmódjára. A neveket időrendben fogjátok hallani. Kitől idéztél? Balassitól. Csokonaitól. Kölcseitől. Vörös Martitól. Petőfitől. Aranytól. Ezekre a kérdésekre így is válaszolhatunk. Tőle, tőled. Vagyis személyes névmással. Hogy keletkezik az ilyen szó? Tulajdonképpen a határozó raghoz fűzünk egy másik ragot, amelyik a szemét jelöli meg. Erről van szó. Szinte bármelyik határozó ragból lehet ilyen szót alkotni. Próbáljuk meg. Tőlem. Rólam. Belőle. Rá. Hozzá. Érte. Helyes írásuk csak akkor okoz gondot, ha elhang van bennük. Egyes vidékeken ezt kicsit megnyújtják, és ezért gyakran le is írják hibásan. A tanulság, hogy nem szabad kettőzött ellel írni az eféle szavakat. Tőlem, rólad, nála, belőlünk, nálatok, róluk. Mert bizonyos igék és melléknevek mindig ugyanabban a raggal vonzák magukhoz a szavakat. Talán számunkra is hasznos lesz ezeket leírni. Tőlem. Rólad. Nála. Belőlünk. Nálatok. Róluk.
András, említetted, hogy az állandó határozóról is tanultatok. Miért hívják így ezt a határozót? Mert bizonyos igékhez vagy melléknevekhez mindig ugyanabban a raggal kell kapcsolni a szavakat. Hívják vonzatnak is. Mert bizonyos igék és melléknevek mindig ugyanabban a raggal vonzzák magukhoz a szavakat. Így van. És tegyük hozzá, hogy ezek a ragok nagyon gyakran éppen a tól-től, ról-ről, ból-ből. Például fél a kutyától. Igen. Hogy könnyű legyen ilyen állandó határozós kapcsolatokat gyűjteni, én fogom mondani az igét, ti pedig a hozzá kapcsolódó ragos szót. Megijed. Az árnyékától. Beszámol. Az utazásról. Megszabadul. Az üldözőitől. Megemlékezik. Az évfordulóról. Gondoskodik. A gyerekeiről. Megfosztották. A szabadságától, a jogaitól. Leszokott. A dohányzásról. Szó volt. Terveinkről. Készül. Földrajzból. Írjuk le a gyűjtött igéket az állandó határozójukkal. A példákat pontos vesszővel válasszátok el. Fél a kutyától. Megijed az árnyékától. Beszámol az utazásról. Megszabadul az üldözőitől. Megemlékezik az évfordulóról. Gondoskodik a gyerekeiről. Megfosztották a szabadságától, a jogaitól. Leszokott a dohányzásról. Szó volt terveinkről. Készült földrajzból. Befejező gyakorlatunk néhány soros összefüggő szöveg. Arról szól, hogyan kezdi Laci a napot. Hallgassátok meg! Laci 7 órakor kell fel. Megmosdik, felöltözik, és amikor kijön a fürdőszobából, az asztalhoz ül. Édesanyja kannából tejet tölt a csészéjébe. Barátunk minden korthoz nagyot harap a vajas zsemléből. Mikor elkészült, előveszi a táskájából az órarendet, és megnézi, nem maradt-e ki valami az esti csomagoláskor.
leveszi a kabátját a fogasról, felveszi, búcsút vesz szüleitől, és elindul az iskolába. Keretezzétek be a gyakorolt tragokat, és jelöljétek meg, milyen határozót fejez ki a mondatban. Laci 7 órakor kell fel. Megmosdik, felöltözik, és amikor kijön a fürdőszobából, asztalhoz ül. Édesanyja kannából tejet tölt a csészéjébe. Barátunk minden kortyhoz nagyot harap a vajas zsemléből. Mikor elkészült, előveszi a táskájából az órarendet, és megnézi, nem maradt-e ki valami az esti csomagoláskor. Leveszi a kabátját a fogasról, felveszi, búcsút vesz szüleitől, és elindul az iskolába.
Nyolcadik beszélgetés. Az időhatározó helyes írásával kapcsolatban még egy fontos kérdésre kell kitérnünk. A keltezés helyes írására. Miből áll egy pontos keltezés? Az év, a hónap és a nap megjelöléséből. Azt is föl szoktuk tüntetni, hogy hol írjuk a levelet, lapot vagy dolgozatot. Igazad van. Milyen helyes írási szabályt tudtok mondani a keltezéssel kapcsolatban? A helység neve után vesszőt kell tenni. Igen. Így választjuk el a dátumtól. Az évszám után pontot teszünk. Általában. Ezt majd megvizsgáljuk közelebbről. A hónapot kiírhatjuk teljesen, vagy rövidíthetjük. Ilyenkor rövidítő pontot teszünk utána. Itt álljunk is meg. Írjuk le rövidítve a hónapok nevét. Jan, febr, márc, ápr, máj, jún, júl, aug, szept, okt, nov, dec. Folytathatjuk a szabályok összegyűjtését. Én azt szeretném még hozzátenni, hogy a hónapokat írhatjuk még római számmal is. Utána pontot teszünk. Helyes. Hogy jelöljük a napokat? Mindig arab számmal írjuk. Vagy csak magát a számot. Ilyenkor pontot teszünk utána. Vagy kötőjellel hozzá kapcsoljuk a ragot. Ilyenkor nem szabad pontot tenni a szám után. Jól van. Jutka, mondd el a mai dátumot úgy, hogy figyelmeztess az írásjelekre. Budapest, vessző, 1981, pont, december vagy dec, pont, másodikán, kettes, kötőjel, án. Budapest. Vessző. 1982. Pont. December vagy dec. Pont. Másodikán. Kettes, kötőjel, án. A rövidebb keltezésben szokás néhány helységnevet is rövidíteni. Például Bépest vagy BP. Az utóbbi után pontot kell tenni. És a vesszőt akkor is kitesszük utána? Igen, hiszen el kell ilyenkor is választani a keltezéstől. András, mondd el a legrövidebb keltezést. BP, pont, vessző. 1981, pont. Római 12-es, pont. Másodikán, kettes, pont. BP, pont, vesző. 1982, pont. 12. Római 12-es, pont. Kettő. Kettes, pont. Azt tetszett mondani, hogy az évszám után általában pontot teszünk. Mikor nem? Például, ha azt mondjuk, 1848 tavaszán.
Vagyis ha az évszám, tulajdonképpen birtokos jelzője az utána következő szónak. Ilyen 1849. októberében. Úgy van. Tudnátok-e valamilyen időt kifejező névutót kapcsolni az évszámhoz? 1848 előtt. 1849 után. Vagy 1867 óta. Ilyenkor sem kell pontot tenni az évszám után. Előfordul, hogy közvetlenül az évszámhoz fűzünk ragot. Például 1848-ban. Azt hiszem, ilyenkor sem teszünk pontot. Nem bizony. Meg is van a három eset. Biztosan hallottatok már róluk, csak elfelejtettétek. Írjuk le emlékeztetőül a példáinkat. Ezer nyolcszáz negyvennyolcban, ezer nyolcszáz hatvan hétig, ezer kilencszáz negyvenöttől, ezer nyolcszáz negyvennyolc előtt, ezer nyolcszáz hatvan hét után. ezer kilencszáz negyvenöt óta. ezer nyolcszáz negyvennyolc tavaszán. ezer nyolcszáz negyvenkilenc októberében. ezer kilencszáz nyolcvanegy végén. Érdekes könyv került kezembe a múltkor. A himnusz és a szózat keletkezésének körülményeit, a művek történetét tartalmazta. Néhány fontos tényt írjunk le most a himnusszal kapcsolatban. Nem lesz haszontalan. Hallgassátok meg a szöveget. Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született. 1823. január 22-én írta meg a himnuszt. 1844. február 29-én a Nemzeti Színház igazgatósága pályázatot hirdetett a mű megzenésítésére. 1844 tavaszán Erkel Ferenc megírja a himnusz zenéjét. 1844. június 15-én ül össze a bírálóbizottság, és Erkel művét találja az első díjra érdemesnek. A himnuszt 1844. augusztus 10-én énekelték először egy népünnepélyen, amikor az óbudai hajógyárban vízre bocsátották a Széchenyi nevű gőzhajót. Biztosan észrevettétek, hogy a szövegben főként a tulajdonnevekre és az időpontok lejegyzésére kell vigyázni. Azt ajánlom, kezdjetek minden mondatot új sorban, mert a mozzanatokat közlik. Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született. 1823. január 22-én írta meg a himnuszt. 1844. február 29-én a Nemzeti Színház igazgatósága pályázatot hirdetett a mű megzenésítésére.
1844 tavaszán Erkel Ferenc megírja a himnusz zenéjét. június 15-én ül össze a bírálóbizottság, s Erkel művét találja az első díjra érdemesnek. A himnuszt august 10-én énekelték először népünnepélyen, amikor az óbudai hajógyárban vízre bocsátották, a Széchenyi nevű gőzhajót. Aki szorgalmasan gyakorolni akarja az elemzést is, keresse ki otthon a mondatok fő részein kívül a tárgyat, a hely és időhatározókat. Kilencedik beszélgetés. A határozók ragjai közül az egyik gyakori hibát a módhatározó N-ragjának téves kapcsolása okozza. Ha S végű melléknevekhez kell fűzni. Ügyesen, okosan. Van, aki san, senné alakítja, mert az ilyen szavakban kettőzött S-et ír. Ez a rag sem csak a módhatározójé, mert hiszen kifejezheti valakinek vagy valaminek az állapotát is. Például éhesen, fáradtan. Sőt, helyre is utalhat. Például magasan. De ha S végű melléknévhez kapcsoljuk, általában hosszabban ejtjük az S hangot, nem? Mondjuk inkább így. Egyes tájakon vagy egyes emberek ejtik hosszabban. De aki ismeri a szó elemeit, nem fogja ezt a durva helyesírási hibát elkövetni. Tudok olyan mellékneveket, amelyekben kettőzött S van. Lassú, friss. Egyben pedig az S hosszú. Hosszú. Ezekben természetesen megmarad a kettőzött S és S, ha ragot fűzünk hozzájuk. Lassan, frissen, hosszan. Most 5 idézetet fogtok hallani a Toldiból. Mindegyikben találtok S végű N-ragos melléknevet. Próbáljátok aszerint megkülönböztetni őket, hogy módot vagy állapotot fejeznek ki. Az első idézet az első ének második szakaszából való. Válunál az ökrök, szomjasan delelnek.
Egy állapot határozó van a mondatban. Szomjasan. Helyes. Írjátok le a sort, és jelöljétek meg az állapot határozót. Válúnál az ökrök szomjasan delelnek. A következő idézetet egy zárójelbe tett szóval fogjuk kezdeni. Így szoktunk eljárni, ha kihagyással idézünk, de egy értelmileg fontos szót meg kell említenünk. Itt a forgószél ez a szó. A forgószél az utat nyalja sebesen haladva. Ebben a mondatban módhatározó a sebesen melléknév. Egy S-sel kell írnunk. Jól van. Írjátok le a sort. Zárójelben. A forgószél... Az utat nyalja sebesen haladva. Toldi sóhaja következik. Jaj, bekeservesen, jaj, bebúsan nézlek. Mind a két enragos melléknév állapot határozó. Miklós lelki állapotára utalnak. Helyes. Ha leírjátok az idézetet, az indulatszó után ne tegyetek vesszőt. Itt nem kell. Gondoljatok arra is, hogy felkiáltó mondatot írtok le. Jaj, be keservesen, jaj, be búsan nézlek. Egészen más hangulatú a következő sor. Hosszan, egyenesen tartja fél kezével. Ebben az idézetben két módhatározó van. Hosszan, egyenesen. Szeretnél valamit mondani, András? Igen, a hosszan inkább időtartamot fejez ki. Igazad van. De arra is gondolhatunk, hogy kinyújtva tartja. Van úgy, hogy két jelentés összefonódik egy szóban, mint például itt. A két határozó helyes írása... A hosszanban kettőzött S, az egyenesenben egy S van. Jó. Írjátok le a mondatot. Hosszan, egyenesen tartja fél kezével. Az utolsó idézet György vitézeiről szól. Mindenik kötődik hangosan nevetve. A hangosan a nevetés módjára utal, egyessel kell írni. Így van. Írjátok le ezt a sort is. Mindenik kötődik hangosan nevetve. A mód és állapot határozót gyakran fejezzük ki az ül-ül-raggal. Tanultuk, hogy ezekben az ú és ű rövid hang. Tudom a szabályt, és ezt mégis gyakran eltéveztem. Jobban kell figyelned. Írjatok most le 5 mondatot tolbamondásra. A toldival kapcsolatosak, és mindegyikben van ül-ül-ragos melléknév. Előbb hallgassátok meg őket. A két farkas vadul támadt Miklósra. Toldi serényül forgatja magát. Toldiné élettelenül hanyatlott a nyaszójára. György ravaszul álnokul beszélt a királynál.
A mészáros legények szívtelenül, hálatlanul elzavarták Miklóst. Sok nehéz szó van ezekben a mondatokban, az S végű mellékneveken kívül is. Remélem, megbirkóztok velük. Ha leírtátok a szöveget, ellenőrizzétek munkátokat az útmutató segítségével. Nem összefüggő a szöveg, ezért minden mondatot kezdjetek új sorban. A két farkas vadul támadt Miklósra. Toldi serényül forgatja magát. Toldiné élettelenül hanyatlott a nyoszójára. György ravaszul, álnokul beszélt a királynál. A mészáros legények szívtelenül, hálátlanul elzavarták Miklóst. Van még ennek a két határozónak nehéz ragja? Van. Példát mondok. Másképpen, ekképpen, büntetéskép. A kép és képpen. Ritkábban használjuk őket, de fontos tudni, hogy mindkettőben kettőzött P betű van. Írjunk le figyelmeztetőül néhány szót ezzel a raggal. Az egyik szóra különösen kell majd vigyáznatok. Hogy írjuk az ekképpen mutató névmást? Kettőzött K-val, és a ragban kettőzött P betű van. Azt is tudod, hogy miért kell két K-val írni? Ötödikben tanultuk, hogy az ez névmás, Z hangja, kiejtésben is, írásban is teljesen hasonul a rag első mással hangzójához. Nagyon jól megtanultad. A következő szavakat kell leírnotok. Pihenésképpen, másképpen, ekképpen, mindenképp, büntetéskép, példakép. Pihenésképpen. Másképpen. Ekképpen. Mindenképp. Büntetéskép. Példakép. Az jutott eszembe, hogy ha az utolsó szót egy P-vel írja valaki, egészen mást jelent. Ez az ember példakép. Ilyen következménye is lehet a helyesírási hibának. Én meg kisebb koromban azt hittem, hogy két szóba kell írni például azt, hogy pihenésképpen. Azt hittem, összetett szó.
De most már tudod, hogy a képpen rag. A ragot mindig hozzáírjuk a szóhoz. Mint a neve is mutatja, ragasztjuk. Azt hiszem, sok tanulsággal zárhatjuk a mai órát is. Ismételjétek át, amit a határozó ragokról eddig tanultunk, mert dolgozat következik. Tizedik beszélgetés. Ma írjuk a második dolgozatot. Kiki ellenőrizheti, hogy sajátította el az eddig gyakorolt ragok helyes írását. Az első feladat ismerős lesz. A múltkor írtunk néhány mondatot a himnusz történetével kapcsolatban. Most hasonló szöveget kell leírnotok, de ez a szózatról szól. Hallgassátok meg! Vörösmarty Mihály 1800. december 1-én született. 1836 őszén fejezi be a szózatot, amelyen már hónapok óta dolgozott. 1838. február 25-én hangzik el először a költemény nyilvánosan a Pesti Magyar Színházban. 1843. januárjában a Nemzeti Színház pályázatot hirdet a szózat megzenésítésére. Az első díjat Egressy Béninek ítélte a bizottság. A színház énekkara mutatta be a művet 1843. május 10-én. Most is kezdjetek minden mondatot új sorban. Vörösmarty Mihály 1800. december 1-én született. ...1836 őszén fejezi be a szózatot. Amelyen már hónapok óta dolgozott. ...1838. február 25-én hangzik el először a költemény nyilvánosan, a Pesti Magyar Színházban. ...1843. januárjában a Nemzeti Színház pályázatot hirdet, a szózat megzenésítésére.
Az első díjat Egressy Béninek ítéli a bizottság. A színház énekkara mutatta be a művet, ...1843. május 10-én. A második feladat következik. Bizonyára ismeritek a kakukkfióka rejtvényt. A lényege, egy olyan részletet kell megkeresni, amely valami miatt nem illik a többi közé. Ebben a feladatban az S végű melléknév N-ragos alakját gyakoroljuk. Egy közmondás azonban kakukkfióka. Keressétek meg! A következő közmondásokat fogjátok leírni. Egy hamisan jött pénz 100 igazat elhajt. Nem éred meg hajasan, kopaszon is bajosan. Lassan járj, tovább érsz. Okosan van a csizma fejelve. Jobb dicsőségesen halni, mint gyalázatosan élni. Sokan biztosan már is megtaláltátok a kakukkfiókát. Írás közben biztosan mindnyájan észreveszitek. Egy hamisan jött pénz 100 igazat elhajt. Nem éred meg hajasan, kopaszon is bajosan. Lassan járj, tovább érsz. Okosan van a csizma fejelve. Jobb dicsőségesen halni, mint gyalázatosan élni. A harmadik feladatban József Attila versének, a medvetáncnak egyik szakaszát diktáljuk le. Így hangzik. Híres drága bunda rajtam, 20 körömmel magam vartam. Nyusztból, nyestből, mókusból, kutyából meg farkasból. Soronként diktáljuk a versszakot. Két-két sor, egy-egy mondat. József Attila csak akkor kezdi nagybetűvel a sort, ha ott éppen egy mondat kezdődik. Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam vartam.
nyuszdból, nyesdből, mókusból. Kutyából, meg farkasból. József Attila. Az utolsó feladat ismert szókapcsolatokat tartalmaz. Ezeket kell leírnotok. Figyelmeztetlek, hogy kötőjel nélkül írjuk őket. Töviről hegyire. Szóról szóra. Fokról fokra. Hétről hétre. Napról napra. Lépésről lépésre. Töviről hegyire. Szóról szóra. Fokról fokra. Hétről hétre. Napról napra. Lépésről lépésre. Remélem, nem volt nehéz a dolgozat. Nézzétek meg az útmutatóban a megoldásokat, és azt is ellenőrizhetitek, valóban megtaláltátok-e a kakukk fiókát. Tizenegyedik beszélgetés. Gyűjtsük össze a beszéden íráson kívül, hogyan adhatunk távolra jelt. Tehát hanggal vagy látható jelekkel. Például, hogy adhat jelt a hajó a tengeren? Zászlóval. Kürttel. Fénnyel is. Igen. A vonat? Füttyel. Az autó? Indexel. Kik adtak jelt füsttel, tűzzel, dobbal? Régen a törzsi háborúkat vívó természeti népek. Úgy van. És gonggal? A régi keleti fejedelmek udvarában adtak így jelt. Melyik határozóval válaszolhatunk a mivel adunk jelt kérdésre? Az eszköz határozóval. A ragja a valvel? Igen. Emlékeztek példáink közül arra a szóra, amelyhez a rag változatlanul kapcsolódott? Én mondtam, zászlóval. Ezt a szót könnyű leírni. Nem úgy a többi példánkat. Miért? Mert a rag V hangja mindegyikben teljesen hasonult a szó utolsó mással hangzójához. Dobbal, tűzzel, füttyel. Ezt a teljes hasonulást pedig írásunk is feltünteti. Kettőzött mással hangzót írunk. Volt azonban a példáink között három különösen nehéz. Kürttel, füsttel, gonggal. Igen, mert ezekben nem ejtjük a teljes hasonulást hosszan. Nem is ejthetjük, mert a szó utolsó mással hangzója előtt is mással hangzó van. Mással hangzó után pedig nem is tudunk hosszú mással hangzót ejteni. Mi segít hát bennünket az eligazodásban? A szóelemzés, de az egyik szót nem tudnám leírni. Melyiket? Az indexel szót. Nem véletlen, hogy tanástalan vagy.
Ritkán fordul elő a magyarban az X. Miből áll ez a hang? Tulajdonképpen K és S hangból. Így van. És az S-hez hasonul a V. Akkor egymás mellett X és S lesz a szóban. Igen. Kicsit furcsa, de észszerű. Köszönöm. Ezután a kis helyesírási kitérő után kanyarodjunk vissza a példáinkhoz. Írjuk le a kérdést és a ráadott válaszokat. Mivel szoktak beszéd helyett jelt adni? A hajó zászlóval, kürttel, fénnyel, a vonat füttyel, az autó indexel. A természeti népek dobbal, füsttel, tűzzel, a keleti fejedelmek udvarában gonggal. Alkossunk most mondatokat. Megadom a szavakat, ti tegyétek a mondatba eszközhatározóként. Autóbusz, vasút, repülőgép. Nagyobb távolságra autóbusszal, vasúttal vagy repülőgéppel utazhatunk. Le is írhatjuk a mondatodat. Nagyobb távolságra autóbusszal, vasúttal vagy repülőgéppel utazhatunk. A következő mondatban legyen eszközhatározó a szén, olaj, koksz szó. Télen főként olajjal, szénnel és kokszal fűtünk. A mondat jó, de hogy kell írni a kokszal szót? Ennek a főnévnek a végén K és S betű van. Tehát az S betűhöz hasonul a V kiejtésben is, írásban is. Ezért kettőzött S-szel kell írni. Leírhatjuk a mondatot. Télen főként olajjal,